Elfogadhatatlan, hogy egy egész település lakóit tartják rettegésben a medvék. Sürgős közbelépésre van szükség az állomány szabályozása érdekében, hangzott el ma a gernyeszegi sajtótájékoztatón. A hétvégi medvetámadások egyik áldozata egy gernyeszegi pásztor. Az éjszaka ismét garázdálkodott a Nagyvada községben. Nagyon súlyos probléma, mert ugye hát nem tudunk kimenni sem, már lassan az udvarra sem, annyira tartunk a ugye medvetámadástól. Gernyeszeg és a hozzátartozó települések lakói félnek, a medvetámadás már emberéletet is követelt a hétvégén. Csak a napokban 15 alkalommal garázdálkodott a Nagyvada környéken, éjszakánként 3 esztenához is eljár. Éjjel 3 órakor arra ébredtem, hogy olyan hang volt, mint a disznóvágás, mert a szomszédba megfogta, és egy fél órán keresztül kínoszta a disznót, elvitte. Tehát szörnyű, szörnyű, ami történik. Az, hogy felhívjuk a 112-t, az csak annyit csinált, hogy kijött a rendőrség, eldobtak egy pár petárdát, és a falu alsó feléből, ahol volt a probléma, felhajtották. És fent csinálta meg ugyanezt a gondot. Tehát szörnyű, nem tudom, hogy hova lehet folyamodni, de valamilyen megoldást kell találni, és a létszámot le kell csökkenteni. Tamási Csongornak a méhkaptárait tette tönkre a medve. A helyzet sürgős megoldást követel, emiatt hívtak össze sajtótájékoztatót Gernyeszegre kedreggel, néhány órával egy újabb medveriasztást követően. Az egyetlen megoldás a véleményem és a közösség véleménye szerint, hogy el kell indítani az állomány ritkítását. Közben megjelent a hivatalos közlönyben a veszélyes medvék azonnali kilövését lehetővé tevő sürgősségi kormányrendelet. Ez azonban nem oldja meg teljesen a helyzetet, hiszen csak belterületre vonatkozik, és a támadásoknak kitett esztenák külterületeken találhatók. Emiatt a rendelet módosítását fogják kérni a kormánytól. Ha nem teszi, akkor a parlament elkezdtével, a parlamenti munka elkezdtével szeptember 1-én módosító javaslatot fogok kezdeményezni. Ugyanakkor eltökélt szándékom nekem meg a kollégáimnak, hogy egy törvénytervezetet nyújtsunk be, ami lehetővé teszi a medve populáció szabályozását és visszaszorítását. Maros megyében 2017 óta 1048 medvék által okozott káresetet jelentettek, idén 134-et. 2019-ben 2, idén ugyancsak 2 halálos áldozatot követeltek a Nagyvad támadásai, mondta a találkozón Péter Ferenc. A jelenlegi állapot tarthatatlan, és még akkor is, ha védenünk kell az állatokat, de az embereket elsősorban, őket is. És meg kell találnunk azt a megoldást, amely az egyensúlyt megteremti. Nem lehet azt megengedni, hogy a medvepopuláció ennyire szaporodjon, és ne legyen semmilyenféle fellépés. Hétfőn reggel hivatalosan kérték a gernyeszegi veszélyes medve eltávolítását. A találkozón elhangzott valótlan az állítás, miszerint csökkent volna a medve élettere. Az erdő alap jelenleg nagyobb, mint néhány évvel ezelőtt.